Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, pár perc múlva megkezdődik az ünnepélyes püspöki szentmise a Havas Boldogasszony templom megáldásával. Búcsú ünnepre jöttünk össze, ne felejtkezzünk el, hogy valóban búcsút nyerhetünk. Az ideig tartó büntetések elengedése ez, a búcsúnyerés feltételeinek betartásával, hogyha a kegyelem állapotában vagyunk, ha imádkozunk a Szent Atya szándékára és szent áldozáshoz járulunk ezen a szent misén, akkor elnyerhetjük a teljes búcsút. A Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség veletek! És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntöm megjelent kedves testvéreket. Szeretnénk ünnepelni a mai ünnepen a boldogságos Szűz Máriát, Havas Boldogasszonyt, akinek az ünnepén emlékezünk és megerősödünk abban a hitben, hogy az ő szent fia valóságos Isten és valóságos ember, ő pedig ebből következően Isten szülőként van előttünk, és köszönjük ezt, erre emlékezünk. Szeretnénk ünnepet varázsolni a szívünkben és a hétköznapjainkban is. És összejöttünk azért is ünnepelni, mert ehhez az ünnephez kapcsolódóan került felújításra ez a gyönyörű templom. Láthatjuk, hogy a korábbinál is sokkal szebben, fehérebben ragyog előttünk. És szeretném megköszönni ebben a hálás ünneplésben mindenkinek a munkáját, adományát, szolgálatát. Elsőként főtisztelendő Máger Róbert, templomigazgató atyának, szertartó atyának. Szeretném megköszönni az egyházmegye munkatársainak, főépítészasszonynak, a tervezőknek, kivitelezőknek, és szeretném megköszönni az adományokat, a rendkívüli, kiemelkedő és névtelen adományt. Szeretném megköszönni azoknak az adományát, akik saját forrásaikból, saját maguktól is megvonva a templomnak szerették volna ajándékozni a legszebbet. Köszönöm mindenkinek a jólelkű segítségét, támogatását. Hisszük, hogy a megújult templom az felkiáltó jel számunkra. Újítsuk meg lelkünket, fejezzük ki köszönetünket. Kedves testvéreim! Midőn ezt a megújított templomot ünnepélyesen megáldjuk, könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet bűnbánatunk jeléül és keresztségünk emlékezetére, ezzel hint meg minket az egyház, és a meghintés által tisztulnak meg a falak és az oltár. Az Úr Jézus segítsen minket kegyelmével, hogy szent lelkére hallgassunk, és hűségesek maradjunk egyházához. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Istenünk, általad nyer életet minden teremtmény. Te olyan jó vagy az emberek iránt, hogy atyailag gondoskodol rólunk, szeretettel lemosod bűneinket, és Krisztushoz, a főhöz újra meg újra visszavezetsz minket. Irgalmasan úgy határoztál, hogy akik a keresztség vizében újjászülettek, Krisztussal együtt új életre támadjanak, és titokzatos testének tagjaivá legyenek. Áldásoddal szenteld meg ezt a vizet, hogy ránk és ennek a templomnak falaira hintve emlékeztessen keresztségünkre, mely által Krisztusban a Szentlélek templomává lettünk. Mindenható örök Isten, árasz ki kegyelmedet erre a helyre. Add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, akik itt segítségedet kérik, hogy igédnek és szentségeidnek ereje megerősítse híveid szívét. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony hat tömegből: boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amhely táplált. Erre ő így válaszolt: és még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják. Ezek az evangélium igény. Kedves testvérek, újjáalkotok mindent, hangzott el a Szent Leckének örömteli üzenete, és ebből az újjáalkotásból, újjáteremtésből élünk mi is. Részben ez már valóság számunkra, részben pedig várjuk ennek teljes, kézzelfogható megjelenését. Ez az ünnep is az újjáteremtésnek a része, amire emlékezünk. Hiszen 451-es efezusi zsinaton az ott összegyűlő atyák, egyház atyák, püspökök
egyértelműen megfogalmazták az egyház álláspontját, amit eddig is hittek, de most ünnepélyesen kinyilvánítanak, hogy éppen Jézus Krisztus miatt, mert ő Isten fia, a boldogságos szüzet méltán és joggal nevezhetjük Isten szülőnek, és mert Jézus Krisztus az ő megváltásában az egész emberiséget részesíti, ezért az ő édesanyja is ebből a megváltásból részesedve egészen különleges méltóságot nyer el. Isten anyja, a boldogságos szűz adja nekünk a fiút, az Isten fiát, és mert Jézusról hisszük, hogy valóságos Isten és valóságos ember, ezért joggal hisszük, hogy ezért az ő édesanyja Isten szülő. Mária által kapjuk az Isten fiát, benne az ígéretnek, az Isten ígéretnek a megvalósulását. Az Isten megígérte, megmenti az embert, élettel ajándékozza meg bennünket, mindannyiunkat. Mária által kapjuk meg a boldogság mondó Isten fiát, aki a hegyen meghirdeti a boldogságok igazságát. Éppen Mária által kapjuk meg a tanító Krisztust, a tanító embert, aki minden igazságot betölt, és minden igazságra megtanít bennünket, hogy boldogok legyünk, de legfőképpen arra, hogy az Isten bátran, őszintén, nagy-nagy bizalommal atyának nevezhetjük. Mária adja nekünk a mestert, aki életszabályokat tanít, az Isten törvényét hirdeti ki, de tanít bennünket élni. Én és a mester, joggal mondjátok, lehajoltam és megmostam a lábatokat. Példát adtam nektek, hogy ti is ezt tegyétek. Legelemibb, a keresztény ember életéhez leginkább hozzátartozó életvezetési szabály: szolgálni testvéremet, akit az Úr rám bízott. Mária által kapjuk az Isten fiát, és általa az isteni irgalmasság megjelenik közöttünk, és ezért hisszük, valljuk, hogy igaz, amikor Jézus azt mondja, boldogok a lélekben szegények, boldogok, akiket üldöznek, boldogok, akik sírnak, mert az isteni irgalomban mindaz, aki beteg, gyógyul, mindaz, aki elveszítette szabadságát, visszanyeri azt, aki elveszítette a szabad életet, ismét szabadságra jut, és mindaz, aki bármilyen tehertől görnyed, megszabadul attól. Mária által kapjuk Jézust, az Isten fiát. És ezért Mária hitében, Istenben ezt már birtokolja. Mindazt, ami a fiában megjelenik, birtokolja, és adja nekünk. Mit is kapunk ajándékba a boldogságos szűz Mária által? Ajándékba kapjuk az isteni irgalmat, az együttérzést, a hűséget. Isten szíve velünk együtt dobban. Bármelyikünknek itt gondja van, terhe van, szenved bármitől is, hihetjük, hogy az Isten tudja ezt. És nem csak tudja, nem csak ismeri, hanem együtt fáj velünk mindazt, amit mi teherként élünk meg. És ebben az irgalomban megjelenik az ő hűsége is. Nem szűnik meg, nem fogy el az ereje, nem fogy el a türelme. Nem haragszik meg, amikor mi újból hűtlenné leszünk, mert az ő irgalmában nem csak együtt érez velünk, hanem hűséges is marad hozzánk. Mária adja ennek az ígéretnek a beteljesülését Jézus Krisztusban. Aztán ajándékba adja Jézus személyében a tanítót, aki az élet igéjét hirdeti, aki a biztos utat hirdeti számunkra, aki a megtartó erőt hirdeti számunkra, ami nem más, mint az Istenbe vetett bizalom. Testvérek, ha nem bízunk az Istenben, az Atyában, akkor teljesen fölösleges az ő parancsairól beszélnünk. Ha csak ismerni akarjuk, ha csak tudni akarjuk ezeket a parancsokat,
nem sokra megyünk. Vagy ha ismerjük, és akarjuk is megtartani, de nem bízunk az Istenben, az Atyában, hanem rettegünk tőle, hanem el akarjuk kerülni, hanem jutalmat várunk, hanem üzletet akarunk kötni vele, akkor egészen bizonyos, hogy nem ismertük meg őt atyaként. Mária nekünk adja az isteni irgalmat Jézusban, nekünk adja a tanítót Jézusban, és nekünk adja azt a fiút, aki az atya szeretetéért föláldozza önmagát teljesen, és odaadja önmagát a testvéreinek nekünk. Vagyis Máriától kapjuk az eukarisztiában nekünk önmagát adó Jézus Krisztust, az Isten fiát. Egészen közel akar jönni hozzánk. Nem csak kezünket fogja, nem csak kísér az úton, hanem táplálékunk akar lenni. Mária táplálja az ő gyermekét, azt, aki majd nekünk az élet kenyere lesz, azt, aki majd megtöri magát, azt, aki nem fél megismételni ezt az áldozatot, mert az eukarisztiában mindazt nekünk adja, amire szükségünk van. A gyógyulást, az erőt, a tisztulást, az új erőre ébredést. És köszönjük boldogságos Szűz Máriának, hogy nekünk adja ajándékul azt, aki áldozatul adja önmagát a kereszten. Nincs a szeretetnek mértéke, nincs a szeretetnek célja abban az értelemben, hogy meddig szeretlek, meddig tűrök, meddig tartok ki melletted. Számunkra a keresztre feszített Jézus azt jelenti, mindvégig, korlát nélkül, határ nélkül, ismétlődés, mindent elfogadva. És hálásak vagyunk ezért. És tanít is bennünket, hogy mi magunk se féljünk magunkat odaadni testvéreinknek áldozatul. És a boldogságos Szűz Mária ajándékul adja nekünk az értünk feltámadottat. Azt, aki belemegy a halálba, nem azért, mert előre pontosan tudja, mi hogyan fog történni, hanem azért, mert bízik az Atyában, és ha az Atya azt kéri tőle, hogy add oda az életedet, úgyhogy semmit ne remélj vissza, akkor ezt megteszi, és az Isten, az Atya föltámasztja őt. Mária nekünk adja a föltámadó Krisztust, az életre támadó Krisztust. Teljesen egy az ő fiával, minden rezdülésével, minden tanításával, minden cselekedetével, amit értünk tesz. Ezért méltán tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ajándékul adót. Méltán tiszteljük, mert teljesen egy, teljesen azonosul az ő fiával. Így, amit a fiában fölfedezünk, az valamiképpen Máriában is föl tudjuk fedezni, és tisztelni tudjuk. Azzal a szándékkal vagyunk itt, hogy nem csak megemlékezni akarunk Mária ajándékozó szeretetéről, nem csak csodálni akarjuk Jézus Krisztusnak, ami megváltónknak, az Isten fiának, értünk vállalt szenvedését és áldozatát, hanem legfőképpen be akarjuk fogadni ezt az ajándékot. Be akarjuk fogadni, mégpedig úgy, ahogyan az egyházunk a maga kiérlelt tanításában, hagyományában számunkra ezt kínálja. Hogyan tudjuk befogadni ezt az ajándékot? Nem csak az ünnepi pillanatban, nem csak akkor, amikor könnyű felfedezni, mennyire ajándékozottak vagyunk, hanem mindennapjainkban. Be tudjuk fogadni ezt az Isten ajándékot, amikor napról napra olvasom a Szentírást. Előveszem a Bibliát, leülök, időt adok az Istennek, hogy megszólítson engem. Olyan gyönyörű volt, az elmúlt napokban olvastuk, a hétköznapi olvasmányokban Mózesnek, a kiválasztottnak a szerepét, ahogyan oda megy az Úr elé, és azt írja a Szentírás, hogy az Isten leültette maga mellé Mózest, és beszélt hozzá, mint ahogyan az ember beszél a barátjával. A Szentírás olvasás ez. Leülök az Úr elé, és beszél hozzám, mint ahogyan az ember beszél a barátjával. Bizalommal, nyitottan, elfogadva a másiknak a barátságát.
akarjuk testvérek olvasni minden nap a Szentírást, hogy be tudjuk fogadni ezt az ajándékot. Akarjam magamhoz venni az eukarisztiát. Ha bűneim elválasztanak, akkor keressem a tisztulás fürdőjét, a bűnbocsánat kegyelmét. Kérjem a bűnbocsánatnak a szentségében az egyház feloldozását, hogy tiszta legyek és tisztán tudjak járulni az eukarisztiához, tisztán tudjak leborulni előtte, és erőforrásomként, életemként akarjam fogadni. Testvérek, olyan óriási ajándék az, hogy mi az eukarisztiát, mint Isten gyermekei, magunkhoz vehetjük. Tegyük! Miért zárnánk el magunkat ettől az ajándéktól? Miért akarnánk kiszikkadni, mint az eső után vágyakozó föld? Miért akarnánk elszáradni, mint a virág vagy a növény, mely nem kap megfelelő tápanyagot és megfelelő vizet? Élni akarunk. Táplálkozzunk az eukarisztiával. És akarjuk befogadni Mária ajándékát, és a legkiválóbban, legkézenfekvőbb módon tehetjük úgy, ha akarjuk figyelni az ő életének a titkát, a rózsafüzér imádságával. Hányszor panaszkodunk, gondolataim szanaszéjjel járnak, nem tudok imádkozni, nincs időm. Rózsafüzér éppen ebben akar segíteni. Nem kell minden egyes mondat részre odafigyelni, de oda akarom adni az imádság idejét teljes egészében az Úrnak. És nyugodtan a gondolataim is megtérnek az Istenhez. Nem a maguk útját járják, hanem Isten újjáteremti a gondolataimat is az imádság erejében. Ragaszkodjunk, legyen a kezünkben a rózsafüzér, és imádkozzuk azt, hogy erőnk legyen, hogy bátorságunk legyen. És be akarjuk fogadni Mária által nekünk kínált ajándékot Jézus Krisztus személyében, amikor az irgalmasság testi-lelki cselekedeteit gyakoroljuk. Mert amikor megtapasztaljuk, hogy az Isten irgalmas, akkor abban a pillanatban azt is megtapasztaljuk, hogy nekünk ő már irgalmazott. És arra is ráébredünk, hogy nekünk is irgalmasan kell fordulni embertestvéreink felé. Sokszor gondolkozunk azon, mit tegyek, hogyan segítsek, és közben megfeledkezünk a mellettünk lévő konkrét, közvetlen segítéséről. Pedig Jézus erre ad példát. A testvéred, aki melletted van, őt szeresd, ne azt, aki tőled több százezer kilométerre van, hanem aki melletted van. Be akarjuk fogadni Mária ajándékát a Szentírás olvasásában, az eukarisztia imádásában és az eukarisztia vételében, a rózsafüzér imádkozásában, az irgalmasság cselekedeteinek a gyakorlásában. És ez a befogadás már abban a pillanatban bennünket boldoggá tesz. Boldoggá. Úgy, hogy közben megmaradnak a küzdelmeink, megmaradnak a nehézségeink, de mégis boldogok leszünk, mert az Úr ránk bízza önmagát, hogy mi is ajándékozni tudjuk testvéreinknek. És akkor, amit az evangéliumból hallottunk, de milyen boldogok azok, akik hallgatják és meg is tartják az Úr tanítását, akkor számunkra ez valóságá válik. Mi magunk vagyunk a boldogok, és mi éppen az előbbi ajándékok által járhatjuk a boldogság útját. Testvérek, annyi minden esemény vesz körül bennünket, szinte minden változik az életünkben, a társadalomban, a kultúrában, az emberi kapcsolatokban, a kommunikációban, az információ megszerzésében, ahogyan egyáltalán kapcsolatba tudunk kerülni egymással, minden változik. És ebben a változásban félő, hogy elvész, ki vagyok én valójában. Eltűnnek az életünkből a referenciapontok, amihez viszonyítjuk magunkat, a hivatásunk, állapotbeli kötelességünk, az elköteleződésünk, a szolgálatunk. Csak én maradok egyedül. És persze, nem szabad csodálkozni, hogy akkor egy idő után azt sem tudom megmondani, hogy ki vagyok én. Hogy vannak-e értékeim, hogy van-e jövőm, van-e reménységem. És éppen boldogságos Szűz Mária által felkínált ajándékok is az az út, amin ő járt,
az segít bennünket, hogy meg tudjuk fogalmazni, kik vagyunk valójában Krisztusban, az Isten fiában. Meg tudjuk fogalmazni, mire van szükségünk ahhoz, hogy erősödni tudjunk keresztény mi voltunkban. Hogy ne ziláljon szét bennünket körülvevő világ. Igaz ez társadalomra, igaz az egyénre, igaz ez kapcsolatokra is. Mi bízunk abban, hogy az egyház, mint ahogyan előttünk is, több száz éven keresztül, úgy a mi életünkben is, tudja adni azt a táplálékot, ami bennünket megtart embernek, megtart Krisztusinak, megtart olyan embernek, aki éppen a föltámadás reménysége miatt boldognak mondja magát, és boldognak látják mások. Amen.